Idei év majálisát már az új közösségi téren tartották Budakeszin. Ott jelentette be dr. Győri Otília polgármester, hogy folytatódik a terület további fejlesztése. Megkezdődik a második ütem idén a területrendezéssel, a kertrendezéssel, úgyhogy a nyári rendezvények egy sokkal nagyobb helyszínen fognak majd megvalósulni. Ezen nagyon dolgozik az önkormányzat, hogy egy minél szebb közösségi tere legyen Budakeszinek, ahol a családok tudnak és a baráti társaságok tudnak találkozni. Többek között ezzel kapcsolatban is került sor a területen lévő, még megmaradt romos épületek elbontására. Az önkormányzat már régen megígérte, hogy ezektől a romoktól megszabadítja ezt a környéket, és ez most egybeesik a területileg illetékes érdi építéshatóságnak a jogerős felszólításával, amiben az önkormányzatot ennek az épületegyüttesnek az elbontására kötelezte. A különböző jelek arra utaltak, hogy a lehatárolás ellenére másztak be oda illetéktelen személyek, például graffitiket láttunk itt a falmaradványokon, és ezért élet és baleset veszélynek az esete áll fenn, ezért is írta elő nekünk az érdépítéshatóság ezt a bontási kötelezést. Nem szeretnénk, hogyha itt bármiféle baleset, vagy bármilyen esemény történne, ami akár az élet, egészség, vagy a vagyon biztonságában kárt okozna bárkinek is. Az önkormányzat ezért kezdett bele ennek az épületegyüttesnek a bontásába. Egyelőre az önkormányzat szeretné ezt a területet úgy rekultiválni, hogy az épületek helyén zöld felület legyen, esetleg virágos park padokkal, sétányokkal, a későbbi hasznosításáról pedig hát az önkormányzat folyamatosan gondolkodik a lakossággal közösen. Szeretnénk, hogyha a funkciók azok itt megmaradnának, tehát mindenképpen a művelődési ház funkció itt maradna ezen a területen, a könyvtár funkció ezen a területen maradna. Ugye szó volt arról, hogy esetleg az egészségügyi szakellátás, hangsúlyozom, nem az alapellátás, hanem a szakellátás ide kerülhessen. Ezzel kapcsolatosan tárgyalásokat folytatunk, és bízunk benne, hogy az elkövetkezendő időszakban már másfajta munkálatokat is láthatnak itt a lakók, de egyelőre azt mondom, hogy szabaduljunk meg ezektől a maradványoktól, és legyen végre itt a környéken is rend, és egy olyan látvány, ami a lakosságnak ehelyett egy sokkal kellemesebb látvány lesz.